Fejlesztések. Több mint 96 milliárd forint érkezett a vállalkozásokkal együtt a Mátészalkai régióba az elmúlt 4 évben, mondta Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Beruházások, útépítés, óvoda felújítás, egészségház átadás, többek között ezek voltak a 2022-es év legjelentősebb fejlesztései Nyírtelken. Elkóborolhatnak. Az állatvédők azt tanácsolják a gazdiknak, szilveszter éjszakára zárják biztonságos helyre a kinti kutyákat is. Több mint 96 milliárd forint érkezett a vállalkozásokkal együtt a régióba az elmúlt 4 évben, mondta Kovács Sándor, aki szerint 2023-ban is folytatódik a családok megvédése és a gazdaság megerősítése. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője úgy látja, számos pályázatnak a jövőben fog beérni a gyümölcse az önkormányzatok számára, de emellett a polgármestereknek és az önkormányzatoknak érdemes lehet összefogni a jövőben. Apagy iparterületén egymás után nőnek ki a földből az új épületek, amelyeket az önkormányzat bérbe ad különböző vállalkozások számára. Ebben az épületben például gyümölcslevet fognak készíteni. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője szerint példaértékű, ahogyan Apagy gazdálkodik az ipari parkjával. Nekem itt a kis gazdaságokat, az önkormányzatokat, a mikrogazdálkodásokat vagy a mikrogazdaságot kell figyelnem. Ennek nagyon jó jövő volt 2022, hiszen a TOP pluszból megvalósult beruházások most érnek be, magyar beruházások most érnek be. A TOP-nál nagyobb büszkeséggel mondhatom el, hogy Apagyot szoktam egyik példaképnek nevezni, hiszen az apagyi önkormányzat polgármester vezetésével egy 100%-os önkormányzati gazdasági társasággal pályázott például itt Apagyon az ipari park fejlesztésre, és a környéken megtermelt zöldség gyümölcsnek a felhasználását, feldolgozását teszik ebbe lehetővé, és nagyon szívesen támogatta a kormány ezt a programot, és a többi polgármesternek is mindig mintaként mondom el, hogy ne csak arról gondoskodjunk, hogy járda legyen, vagy közszolgáltás szép legyen, az is nagyon fontos, de ennek a fenntarthatóságára mindig olyan gazdasági tevékenységet kellene keresnünk, ami ennek a bevételi oldalát is megvalósítja. Ilyen például Nyírparasztján, hogy mondjam a másik mintát, a hűtőház Mantar Kft-tel együtt működve paprikát termel az önkormányt a közfoglalkoztatás keresztül, és ennek a hűtőháznak a kapacitását kvázi bérbe adja. Kovács Sándor hozzátette, vannak még olyan példák, ahol a helyi vidék fejlesztésnek a helyben megtermelt áruk előállítása és értékesítése a feladat, akár úgy is, hogy az önkormányzatok összefognak egymással. De vannak más közös feladatok is, ilyen például az energiaközösségek létrehozása. Az elmúlt időszakban 4-szer találkoztam a polgármesterekkel, ahol ezekről a dolgokról beszélgettünk, valamint az energetikában tapasztalható gondokról, hogyan lehet takarékoskodni, ki milyen mintát tud átadni a másik településvezetőjének, milyen know-how-ja van, esetleg ötlete van, és azt gondolom, hogy ez a közösség építés, úgy mondom, a polgármesterek közösség, egyfajta gondolkodás, de hívtunk már minisztériumi vendéget, meg illetve gazdasági szakembert, itt meg említeném, zárójelben az energiaközösségnek a létrehozását próbáljuk meg egy kicsit előtérbe helyezni. Ez nyilván a környékén már csirázik, kezd egy kicsit kihajtani, és szeretném, hogyha több vállalkozó és több település is csatlakozhatna hozzá, hiszen onnantól kezdve ebben az energiaközösséggel, ebben az energiahiányos állapotban egy új dimenzióját világosíthatjuk meg magának a megtermelésének, az energia megtermelésének, illetve a saját felhasználásának, hiszen ez az energia közösségek felléphetnek nagykereskedőként is, és akár ipari partnerként, vállalkozásokkal, akár magánszemélyekkel tudunk majd együtt dolgozni egy 5-10 éves perspektívában, de az most kell lerakni az alapokat. A politikus kiemelte, hogy Csengerben, Mátészalkán, Nyírmadán vagy épp Apagyon a bölcsőde építések nem csak abban segítik a családokat, hogy a szülők így hamarabb visszatérhetnek a munkavilágába, de ennek gazdaságélénkítő hatása is van. Az elmúlt 4 évben csináltunk egy mérleget, több mint 96 milliárd forint érkezett a vállalkozásokkal együtt a régióban, és azt gondolom, hogy ez gazdaságélénkítési szempontból, mivel a bölcsőde az bármilyen fontos, ez egy gazdaságélénkítési
projekt is, amely ez a családpolitikát old meg az adott településen, hiszen azok az anyák, azok a családtagok, akik el szeretnék menni dolgozni, a bölcsőde leveszi a gyermekgondozási problémát az ő mindennapi időbeosztásából, és el tudnak helyezkedni újra a munkaerőpiacon. Ennek egy része egy régebbi lépése, amikor a 40 éves munkaviszony után elmehetnek a nők nyugdíjba, hogy ők nagymamaként szeretnének segíteni, tehát ez a bölcsőde és a korai nyugdíjazás, azt gondolom, hogy segít a foglalkoztatás politikai eszközként a munkaerőpiaci elhelyezkedésre. Ez kiválóan működik. Kovács Sándor hangsúlyozta, a bölcsődék 100%-os kihasználtsággal működnek, és van, ahol várólista is van. A politikus szerint a következő év legnagyobb feladata a családok és a rezsicsökkentés védelme lesz, amihez nagy szükség lesz a családok stressztűrő képességére is. Szeptember legfontosabb történéseivel folytatjuk évvégi összefoglalónkat. Iskolák, óvodák átadásáról, felújításáról is szó esett, megünnepeltük Nyírbogát várossá válásának egyéves évfordulóját, és Áder János korábbi köztársasági elnök Máté Szalkára látogatott. Új épületszárnyat és új tornacsarnokot avattak a napkori Jósika Miklós német nemzetiségi általános iskolában szeptember elején. Az 1 milliárd forint értékű beruházás részeként az intézményben több tantermet felújítottak és új csoportszobákat is kialakítottak. Az új tanévet az iskola összesen csak nem 200 diákkal, köztük 27 első osztályos tanulóval kezdte meg. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a településen ez létrejött, megépült, hiszen már visszaemlékszem, hogy a 70-es, 80-as évektől még az elődeink is szerettek volna egy 40x20-as szabvány tornacsarnokot építeni. Nekik egy 12x24-es sikerült, amit szintén megbecsültünk, hiszen nagyon sok gyerek megtanulta ott sok-sok sportág alapjait. Viszont most egy pár évvel ezelőtt uniós, illetve kormány támogatással sikerült ezt az iskola fejlesztési, illetve beruházási pályázatot megnyernünk, úgyhogy egy közel másfél év alatt meg is építették, úgy a csarnokot, mint az iskola átalakításánál is felújítottunk 6 tantermet, 5 új tantermet építettek, különböző foglalkoztató helyiségeket, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen modern lett az iskolánk. Új külső és belső festés kapott és energetikailag is korszerűsítették a polgármesteri hivatal épületét Kálmán házán. A beruházás belügyminisztériumi támogatásból 10 millió forintos önerő hozzájárulásával készült el. A szeptemberi átadó ünnepségen elhangzott, a fejlesztés a lehető legjobbkor valósult meg, így ugyanis az önkormányzat jelentősen csökkenteni tudja a működési költségeit. Nagyon örültünk, amikor lehetőség nyílt egy ilyen pályázat keretén belül, hogy felújíthatjuk ezt az épületet, amiben sikeres pályázat következtében meg is történt. Az épület igazándiból napelemrendszereket kapott, külső szigetelést és külső festést kapott, illetve a nyílászárók cseréje is egy magasabb kategóriába tartozó nagyobb energetikai minőségnek megfelelő üvegeket kaptak. Ebben bízunk abban, hogy a mostani nehéz helyzetben, amikor már megemelkedtek ezek az energiárak, hogy azért valamennyi pénzt meg fogunk tudni takarítani az önkormányzat részére, és ez hosszú távon azért most nagyon fontos dolog. 600 méteres belső útszakaszt adtak át Tiszaeszlár Bashalom községben szeptember közepén. A Magyar Falu program keretében megvalósult beruházás 8 millió forintba került. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos, az átadón elmondta, hogy a program indulása óta 46 milliárd forint támogatás került Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Ilyen útfelújítást egyébként országszerte a program indulásától kezdődően 2770 helyszínen végeztünk már el, és ezeknek az összértéke 65 milliárd forint, de további 1400 településen vagy 1400 helyszínen járdák, kerékpárutak is épültek ezekhez az utakhoz csatlakozva. Ez is valamivel több mint 10 milliárd forint értékű fejlesztést jelentett, és minden pályázati fejlesztést összeszámolva pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a program indulása óta 46 milliárd forintnyi támogatás érkezett már. Új bölcsődét adtak át Nagykálóban szeptemberben. A beruházásra az önkormányzat több mint 350 millió forintos támogatást nyert. A korszerű, 36 férőhelyes intézményben a csoportszobákon és a kiszolgáló helyiségeken kívül egy közel 50 négyzetméteres foglalkoztató terem is helyet kapott.
Ami nagyon fontos ugye a mai helyzetben, hogy ez egy nagyon korszerű épület, hőszivattyú, azt gondolom, hogy nagyon magas minőségi hőszivattyú, illetve gázfűtéssel rendelkezik, illetve nyilván a hőszivattyú mellé ugye elengedhetetlen ma már a napelem, úgyhogy napelem biztosítja majd ennek a működtetését lényegében, hát reméljük, hogy nagyjából teljesen, de ha nem, akkor is nyilván egy energiatakarékos épületről beszélünk, szigetelt ablakkal, nagyon komoly tetőszigeteléssel. Fehér nandu fióka kelt ki a Nyíregyházi Állatparkban szeptemberben. A fióka a kakas által földbe vájt fészekben látta meg a napvilágot, erre pedig eddig nem volt példa Sóstón. A Dél-Amerikából származó futómadár a struchoz hasonló, ám annál jóval karcsúbb testfelépítésű. A csöpség az Andok kalandok kifutóban, az alpakák tőszomszédságában él. Alapvetően a nanduk igazán különleges futómadarakhoz tartoznak, hiszen szürke tóruhával rendelkeznek, de később kitenyésztették a fehér színváltozatát is az állatoknak, és azért különleges a kicsinek a világra jövetele, mert ez az első a történetünk során, mikor is a maga az apa állat költi ki a tojást. 12 évvel ezelőtt volt már kis nandunk, de akkor azok igazából tojáskeltetőben keltek ki, most viszont természetes úton sikerült így szaporítani ezeket a különleges futómadarakat. Nyírbogát várossá nyilvánításának egyéves évfordulóján szeptember 16-án adták át a település belterületén megépült kerékpárutat. A 2,5 kilométeres szakasz a már meglévő 60 kilométeres bicikli út szerves része. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a településen halad át a 471-es főút. Nyírbogát azon szerencsés települések egyike, aki elmondhatja magáról, hogy szinte minden irányba van egy kivezető kerékpárútja. Ugye az előző ciklusban megépítettük a külterületi kerékpárutainkat, az idei esztendőkben pedig megépítettük a belterületi kerékpárutat. Számunkra nagyon fontos a kerékpárutnak a jelenléte, a léte, mert amellett, hogy egy beruházásként megépítettük, amellett nagyon hozzájárul az embereknek, az itt élő lakosságnak és a környező települések lakosságának is a szemlélet formálásához, egészségtudatosabb magatartás kialakításához, a közösség formálásához, hiszen a kerékpárút nem csak közlekedés biztonsági szempontokat hordoz magával, hanem biztosítja azt is, hogy kisgyerektől az idősebb korosztályig elindul rajta. Van, aki kerékpárral, van, aki görkorival, van, aki csak gyalogol, és van, aki csak babakocsittal. Árvízi és szükségtározókkal lehet csak védekezni a pusztító aszály ellen, amely a mezőgazdaságnak idén hozzávetőlegesen 1000 milliárd forint veszteséget okozott. Erről is beszélt előadásában Áder János, korábbi köztársasági elnök Máté Szalkán. Alkalmazkodnunk kell egyénként, alkalmazkodnunk kell közösségként, alkalmazkodnak kell az egész országnak, mint ahogy most is alkalmazkodnunk kell a megemelkedett energiaárakhoz. Nem tudjuk elkerülni. És hogyha nem akarunk nagyobb bajt, és hogyha olyannak akarjuk Magyarországot, mint amilyen a képeken volt, akkor itt, a Kárpát-medencében nem tudjuk megakadályozni, hogy az amerikaiak kevesebbet fogyasszanak, legfeljebb beszélhetünk a lelkükre. De azért a saját házunk táján söprögethetünk. A globális folyamatokat ez nem fogja befolyásolni 0,14%, hogy a hozzájárulásunk, látták a táblázaton, a globális kibocsátáshoz. Mi lemehetünk 0,10-re, 0,1-re, mindenre lemehetünk. Ez a globális kibocsátás nem befolyásolja. De a saját környezetünk szempontjából, ha nem is ebben gondolkodunk, de nem dobunk el PET palackot, nem visszük ki az árok szélére, nem a folyópartra, a kommunális hulladékot nem a saját környezetünkbe helyezzük el, odafigyelünk a vegyszerhasználatra, odafigyelünk egyébként a túlzott fogyasztásra, akkor már azért mégiscsak tudunk tenni valamit a saját boldogságunk és a saját környezeti lábnyomunk csökkentése érdekében. Az előadáson nem csak az aszályról, hanem az árvizekről és a szennyvíz szennyezésről is szó esett. A vizet fenyegető három veszély mindegyikét kezelni kell nem csak Magyarországon, de világszerte is, a köztársasági elnök szerint.
Útépítés, óvoda felújítás, egészségház átadás, többek között ezek voltak a 2022-es év legjelentősebb fejlesztései Nyírtelken. A tervek között szerepel, hogy a városhoz tartozó külterületi utak is megújulnak 2023-ban. A legfontosabb beruházás pedig egy úgynevezett szolgáltató városháza kialakítása lesz, ahol egy épületben kap helyet a szociális intézmények mellett a polgármesteri hivatal és a könyvtár is. Új utakon járhatnak a nyírtelekiek, a város több részén új aszfaltburkolat épült. A folyamatos infrastruktúra fejlesztésre a sajátos település szerkezet miatt is szükség van. Elsősorban az útfelújítási programunk kezd révbe érni, 6 utat újítottunk fel, ezeknek nagy része belterületi út volt, illetve ehhez kapcsolódóan van egy előkészített projektünk, ami a külterületi utak felújítására irányul, amely majd 250 millió forint összértékben fogja megújítani az útjainkat. Ez azért fontos, mert Nyírteleknek egész egyedi település szerkezete van, nem csak a belterületi rész, hanem a külterületi rész és a bokortanyák is szervesen kapcsolódnak hozzánk, és természetesen ehhez a megfelelő infrastruktúra szükséges. Az óvodai épületeket is felújították. Itt a Petőfi utcai intézményben egy bölcsödei csoportszobát alakítottak ki, a korszerű körülményekhez pedig egy sószoba építésével is hozzájárultak. A bölcsöde felújítás az ilyen 95 millió forint összértékű volt, viszont ott az óvodát is felújítottuk mellette, mert kettő szervesen kapcsolódott egymáshoz, és ez volt az a lehetőség, amikor nyilván együtt kellett kezelni, az önkormányzati 10 millió forintot saját költségvetéséből hozzátette ehhez. A Belegrádi óvoda tekintetében pedig a gépészet, a belső felújítások, a héjazatcsere, illetve nyílászárók cseréje, két csoportszoba teljes belső felújítása eszközökkel, az pedig 25 millió forintba került, és nyilván akik ott dolgoztak, ott élik mindennapjaikat, ezeket ők mondták meg, hogy mire van szükségük, mi az, amit ki kell nekünk választani, és ennek következtében reményeink szerint olyan intézményt hozunk létre, amely nem csak az odajáró gyermekeknek, szülőknek lesz elfogadható és nagyon jó, hanem az ott dolgozóknak is nagyon-nagyon kezére áll, és ezzel a munkakörülményeik is javulnak jelentősen. Az egészségházra egy korábbi pályázati lehetőségből nyert forrást a városvezetés, a külső munkálatokat azonban csak 2022-ben több mint 10 millió forint értékű önerőből tudták elvégezni. A korábban megépült intézményt a járványhelyzet miatt októberben adták át. A 2023-as tervek között a külterületi úthálózat mellett egy nagyszabású fejlesztés, egy úgynevezett szolgáltató városháza kialakítása a cél. Itt egy központi épületben kapna helyet a polgármesteri hivatal mellett, többek között a szociális szolgáltató központ, a városüzemeltetés, a könyvtár és a konyha is. A szilveszterkor elkóborolt kutyáknak alig a fele jut haza az ünnepek után, ezért az állatvédők azt tanácsolják a gazdiknak, legalább erre az egy éjszakára zárják biztonságos helyre a kinti kutyákat is. Fontos, hogy legyen csip a kedvenceinkben, így ha mégis elszökne, könnyebben hazajuthat. November végén a nyíregyházi városházán tartott sajtótájékoztatón Úrik Attila bejelentette, idén elmarad a központi szilveszteri ünnepség, nem lesz se fellépő zenekar, se tűzijáték. Az állatbarátok ennek kifejezetten örültek, az állatvédők azonban így sem tudnak fellélegezni. Mint mondják, nem a 20-30 perces előre kiszámítható, tervezhető tűzijáték szokta ilyenkor a legnagyobb problémát okozni. A magánházaknál, kertvárosi részeken, mezős területeken, stb., de akár panelházak között is, tehát lakótelepeken is gyakorlatilag délután, kora délutántól elkezdődik ez az őrület, hiszen ugye bármennyire is tiltva van a petárda, de természetesen sok ember megoldja, hogy hozzájusson innen, onnan, amonnan, ez sose okozott problémát, illetve a tűzijátékhoz legálisan hozzá lehet jutni. Az állat szempontjából egyébként teljesen mindegy, hogy most legális vagy nem legális, vagy bármi, a hang és a zajhatás az ugyanaz. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy elkezdődik kora délután, és gyakorlatilag nem csak másnap hajnalig, hanem még sokszor elsőjén, másodikán, harmadikán is ellövik ugye ezeket a petárdákat, tűzijátékokat, és non-stop, tehát nem lehet rá felkészülni. Az állatok sokszor csak hallják a durranásokat, érzik a rezgéseket, de nem látják, mi is történik valójában, nem tudják beazonosítani a jelenséget. Egy felelősségteljes gazdi tudja, szilveszterkor különös figyelmet kell fordítani a házi kedvencére.
A lakásban tartott kutyák sokkot kaphatnak, epilepsziás rohamok léphetnek fel. Számukra a bőséges vacsora, a gazdi jelenléte, a felhangosított tévé vagy zene, a leengedett redőnyök és a nyugi cseppek jelenthetik a megnyugvást. Embereknek való nyugtatót azonban soha ne adjunk a kutyáknak. Bár bebódítja az állatot, az érzékszervei tökéletesen működnek továbbra is, a félelem érzete nem szűnik meg. Az állatvédők arra kérik a gazdikat, ilyenkor ne kössék meg az ebet, mert eltépheti a láncot, majd menekülés közben megfojthatja, vagy felkötheti magát vele. A kint tartott kutyákat zárják biztonságos helyre. Ha mégis elszöknének a kutyák, nem szabad feladni a reményt. Amikor elcsendesedik minden, tehát például második, a harmadik a környékén, amikor már ugye senkinek nincs jó esetben petárdája, tűzijátéka, és nem beszélve arról, hogy az adott állatka, aki mondjuk meglógott otthonról, elkezd komolyan éhes és szomjas lenni, akkor szokott jönni az a hullám, amikor ugye az eltűnt állatok előbb bújnak a rejtekeikből, és próbálnak hazatalálni, tehát onnantól kezdve már láthatóak lesznek. Nagyon sokan hazakerültek egyébként már így az elmúlt időszakban, de szinte senki nem szilveszter éjszaka, hanem 2-3 nappal később, úgyhogy ha véletlenül ilyen történik, ne adjuk fel a reményt, keressük, plakátoljunk, leginkább nagyon fontos, hogy mikrocsip azonosító legyen a kutyában, ezt ellenőrizzük állatorvosunkkal, mielőtt belevágunk ebbe az egész szilveszteri hatacáriba, és hogyha lehetőségünk van rá, akkor érdemes ilyenkor egy bilétát is a kutyusnak a nyakába tenni, vagy akár a macskának is, ha esetleg kijáró szicáról beszélünk, mert sokkal könnyebben hazatalál, mint hogyha nem mindenki viszi el ugye csippet olvastatni az adott állatot, viszont hogyha van rajta egy látható biléta, azért ez már nagy könnyebbség. Egy nyakörvet, bilétát viselő állat mellett ritkábban mennek el szó nélkül az emberek, mint egy egyszerű kóbornak tűnő kutya mellett. Fontos, hogy a nyakörvetett bilétán szerepeljen a kutya és a gazdi neve, valamint a gazdi elérhetőségei. Az állatban legyen regisztrált csip, amely tartalmazza a pontos információkat. Ez is segítheti a könnyebb hazajutást. Az MB2 észak-keleti csoportjának harmadik helyén zárta az őszi szezont a nyírbátori férfi kézilabda csapat. A Falcsik Miklós által irányított együttes 8 győzelem mellett egy döntetlent játszott és 2-szer szenvedett vereséget. A Nyírbátor SC január 2. hetében kezdi el a felkészülést a tavaszi folytatásra. Az előző két kihírás bajnokaként, de a korábban megszokottnál szerényebb célokkal vágott neki a 2022-23-as idénynek a nyírbátori csapat. Nyáron 3 meghatározó játékos, köztük az előző két idény gólkirálya távozott, és Molnár András, Falcsik Miklós váltotta a kispadon. A hivatalos célkitűzés a biztos bennmaradás kiharcolása volt a megerősödött mezőnyben. Ehhez képest a harmadik helyen zárta az őszt a Bátor úgy, hogy csak az előtt álló Mezőkövestől és DVTK-tól szenvedett vereséget, és egy döntetlen mellett 8-szor győztesen hagyta el a pályát. Úgy gondolom, hogy ez most erőn felüli, ugyanis úgy megerősödött a mezőny a 2 évvel ezelőtti Mezőkövesdel, aki még 2 évvel ezelőtt NB1-ben szerepelt, egy nagyon megerősödött DVTK-val, egy továbbra is erős és erősödött acélvárossal, de ide sorolnám a megerősödött Tiszavasvárit, a mindig stabil Kisvárdát is velünk együtt. Ezért ennek fényében ezt én bravúrnak tekintem ezt a dobogós helyet. Annak tekintetében is, hogy a végére elfogytunk, sok sérültünk lesz, többek között Vasas Gyurci, aki nagyon érzékenyen érintett bennünket a sérülése, illetve a fiatalok közül is a végére többen megsérültek, így a végén már elég szűk kerettel tudtuk befejezni az őszi szezont. Falcsik Miklós edző a bajnokság előtt elmondta, hogy stabil védekezésből gyors támadásokat indító csapatot szeretne látni a pályán. A csapat erre alkalmas tulajdonképpen, hátul stabil két kapussal, akik hozták is, hiszen mindketten szinte az egész szezonban 50% fölötti teljesítményt nyújtottak. Aki ismeri a kézilabdát egy picit jobban, az tudhatja, hogy ez milyen remek teljesítmény. A védekezésünket próbáltuk stabilabbá tenni, és abból a gyors indításokat, lerohanásokat, amit helyek közel meg is valósítottunk. Úgy gondolom, hogy védekezés tekintetében fejlődtünk.
a gyors lerohanások, illetve indítások tekintetében abban van még mit javítani. A szakák vezető elmondása szerint egy kivétellel tavasszal is azokra a játékosokra számítanak majd, akik ősszel alkották a keretet. Nem lesz változás a keretben, illetve egy változás van. Sajnos Vasas Gyurcinak a sérülése, mint kiderült, az egy már műtött válnak az újabb sérülése, és ő nem vállalja tovább a sportot. Mint magánember ezzel elél élete végéig, de az aktív sportolás nem tudja vállalni, így egy fővel megfogyatkoztunk. Ez még inkább ösztönöz bennünket arra, hogy fiatalokat próbáljunk még jobban bevonni ebbe a közös munkába, és próbáljuk meg őket felhozni arra a szintre, ami nem olyan egyszerű egy 17-18 éves játékosnak, bekerülve így az MB2-es bajnokság sűrűjébe ezt teljesíteni. De ugyanezzel a kerettel fogjuk folytatni a tavasszal is. A Nyírbátor január második hetében kezdi majd a felkészülést, igaz, a játékosok az ünnepeket követően már egyéni edzéstel alapján hangolnak a folytatásra. A tavaszi szezon február közepén rajtol az NB2 északkeleti csoportjában. December 28-án szerdán a Kölcsei televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!